Sziasztok, Makan vagyok, ez egy újabb FTV Refuge epizód, amiben folytatom tovább a küldetéseknek a teljesítését. Mindig ez a szöveg van, de hát na, ezt fogom benne csinálni, hát nem tudok mást mondani. Tegnapi nap vettem fel egy epizódot, amit szerencsésen elrontott nekem a bendikem, úgyis próbálgatom az új videóformátumokat. Próbálgatok szebb képet varázsolni a YouTube-ra valahogy, mert ahogy észrevettem, ilyen néhány embernél valamiért olyan tökéletesen élesek a videók, hogy egyszerűen ezt el sem hiszem, hogy ez a YouTube-on van fönt, és most én is ezt próbálom elérni, hogy próbálgatom a bendikemben a különböző kodekeket, különböző beállításokat, és tegnap úgy volt, hogy megvan, de nem volt meg. És utána tegnap egész este hajnal egyik, vagy fél kettőig tesztelgettem a különböző beállításokat, hogy mit tudok rendelni, milyen gyorsan, mit kell hozzá berakni, milyen keyframe-et adjak meg, és mindegy, az a lényeg, hogy elméletileg most már megvan, amivel fogok fölvenni a bendikemben, nem használja annyira a gépet, alacsony file méretet generál, és elég szép képet fog nekem fölvenni, úgyhogy ja, szerintem ez lesz az a beállítás, amit fogok használni, de hát majd kiderül, hogy ki tudom-e renderelni nektek a videót. Úgyhogy teljesen egy egész epizódnyi dolgot hagytatok ki, és hát hagytam ki, amit nem raktam föl a YouTube-ra, mert nem tudottam lerenderelni a videót, úgyhogy ezeket gyorsan el is mondom. Csináltam SoulSendet, ugyanis lett Netherseed-em, ezt majd mindjárt bemutatom. Aztán itt ezeket a storage upgrade-eket csináltam, ezt már nem, mert nem volt fám. Ezt szeretném ebben az epizódban megcsinálni, a FluX kristályt, tényleg csak így nagy vonalakban mondom el, igen ez volt. Most már az jön, hogy Withered kell ölni. Auto everything, igen, itt a gravelt megcsináltam, úgyhogy most már csak 1500 dirtöt kell leadni, és akkor az is megvan. Úgyhogy, ja, egész jól haladok a questekkel, ez egy zombi öléses quest, ezt majd hagyom, hoppá, de ne lépjek ki azért ennyire. Ha nem, akkor menjünk is rá, nem erre, hanem nem az auto everything, storing all things. És akkor megmutatom gyorsan, milyen magjaim vannak. Wither skeleton seedet, ugye azt csináltuk az előző epizódban, elméletileg, igen, és na, abból megvan a 10-10-10, aztán lett a Nether Seedből is 10-10-10, ugye ezért tudtam megcsinálni a Soul Sandet. Van Ferrous Seedem is, de ez azért kellett, hogy tudjak csinálni Platinum Seedet, ugyanis a játékban nem volt Shiny-m, sehogy nem lehet Shiny-t előállítani, csak úgy, ha csinálsz Platinum Seedet, mert a Platinum meg a Shiny az ugyanaz, csak ugye mondja, válogatja, hogy melyik néven futtatja. Ugye Shiny-t lehet szerezni, ugye Pulverizer melléktermékeként, hogyha Ferrous Ore-t pulverizoltok le, 10% eséllyel kaptok Shiny, Pulverized Shiny-t. És elég sok, ugye azért van nálam itt a Ferrous Seed, hogy nagyon sok Ferrous Essence-et gyártottam, amiből sok Ferrous Ore-t csináltam, és akkor lett Shiny, Pulverized Shiny-m. És azt kiégettem, és tudtam csinálni Platinum ingotot, úgyhogy most már ez föl van fejlesztve maxra. Nagyon sok shiny-t ad, ugye ez az enderium ingot előállításához kell, mert ugye nem tudok tovább jutni, hogyha nincs enderium ingotom, meg már azért a ender IO-ban is azért sok mindenhez már az enderium ingot kell. Úgyhogy ez kellett mindenképpen, még fát is vágtam az előző epizódban elég sokat, jungle woodot, úgyhogy ezt mindjárt megyek is ültetek még, hogy legyen, mert a 27-szeres storage upgrade-hez a jobbában ahhoz elég sok fa fog kelleni. Csak gyorsan megyek és kiültetem a fát, nem fogok így nagyon sokat ezzel szenvedni. Ide csináltam egy ilyen placot, ahova leültetem a fát, és itt nyugodtan hullhat le a sapling. Úgyhogy elég... az igen, az egy kicsit bugos lett. Jó, oké, betöltötte. Na, és akkor ennyi meg is van. Ezt majd valamikor részen kívül kivágom, meg még vagy négyet helyén. Úgyhogy... haladunk szépen, haladunk. Ezekhez a magokhoz, mert például a Shinyhoz is, meg a Enderium, ja, mert lett Enderium Seedem is, ugye, hogy csak Enderium ingotot tudjak rögtön csinálni. Ezekhez azért már kell a Civicio Essence, vagy mi, Cidicio, mi az, de Essence, akkor jól mondtam. És ahhoz meg rengeteg ilyen kell, és azt is elég sokat növesztettem. Úgyhogy ezzel telt az előző rész. Na, és akkor ebben az epizódban ugye foglalkozunk a... mivel is akartam? Igen, az Auto Everything-el, nem, a Store the All Things Resonance Storage, ezt, ugye ezt kell megcsinálnunk, ezt a Statue-t. Resonant Storage. Elméletileg mindenem van hozzá most már, mert az előző epizódban nem volt, úgyhogy meg is van,
Ez mekkora amúgy ez a táska? Hát jó kicsi. Enchant into hold mode. Ja, enchantolni lehet. Ah, értem. Mert ez melyik modhoz tartozik amúgy? Thermal expansion. Jó, mindegy. Igazából annyi a lényeg, hogy meg van csinálva, és akkor megkapjuk érte a rewardot. 3 Enderium base, meg 1 reward bag. Amiből egy backpacket kapok. Köszönöm szépen. Na, ez megvan. Akkor jöhet az Enderium base-ben. Nem tudom, ezt megcsináljam. Storage upgrade 27. Megnézzük mindjárt, hogy storage upgrade. Nagyon szarul állok vele. Na, de akkor storage upgrade. Az a baj, hogy sok kell. Ugye 3x9. Van 3. Na mindegy. Kezdjük el csinálni. Aztán majd lesz valami. Hát 5-nél elfogyott. Ugye ebből lesz egy, még egy 9-es, és akkor még 9-et kell csinálni. Még 9 Java barrel kell. 7, és elfogyott a... Elfogyott a... Chest? Na, eszembe jutna nagy nehezen. Jó. Még egyszer. Közben nézzük, hogy mennyi storage van. Storage 9. Hát na, elkezdjük akkor csinálni, nem tudom, hogy hogy lesz. Ja igen, jó, oké. Jaj, teljesen el vagyok kavarodva. Mennyi kell? Azt mondja, van egyszer 9-es, meg akkor még kell 4, meg még 2, úgyhogy még kell Jabba Barrel csinálni. Legalább 2, de még csinálok ennyit. És akkor még kell 2 ilyen, ahhoz, hogy megcsináljunk egy 3-as, vagy 2-3-asot. 6, és akkor abból lesz még 2-9-es. Igen, és akkor abból meg lesz a 27-es. Királyság. Na, meg is van. Megcsináltuk. Pick one reward. Remélem nem nyílt tovább. Nem is jó. Akkor egy reward baget kérek. Vanilla sapling. Ah, ilyenek nincsenek. Király. Nagyon jó. Nyílt tovább valami küldetés ebből? Nem. Ezt befejeztük itt. Úgyhogy most már csak tényleg az emerendszeres része van, az Applied Energetics-es. Úgyhogy azzal fogunk most tovább menni. Flux kristályt kell csinálni. Ahhoz nekünk kell Charged certus, vagy 10 darab, kell akkor ugyanennyi Nether Quartz, meg kell ugyanennyi Redstone. Jó, ezeket elméletileg vízbe kell dobni, ha jól emlékszem. Így van, és csináltunk is egy csomó flux kristályt, unnatural, meg is kaptuk. Jó. Ezt megcsináltuk, nagyon király. Fluxseed! Ó, még szép, hogy azt kérek, hát hülye vagy. Hát mit kérnék? Na hát akkor megyek is, és akkor ezt már ültetem is le. Nem mindkettő magolt, szerintem csak az egyiket, a másikat meg... Hát eldobom, mert nem kell annyi. Egy elég, mert úgyis csak ezt keresztezem végig. Úgyhogy ezt most szépen gyorsan megcsináljuk, leültetjük a troglaborba. És akkor utána megyünk, ez majd elnövekszik itt magának, vannak a hőlámpák, ugye meg van a csepegtető rendszer is, a párologtató, minden, úgyhogy itt a droglaborba szépen tud nekünk nőni. Ezt eldobjuk, ezt viszont visszaveszem, mert ugye meg kell vizsgálni, hogy tuti jól működjön itt a keresztezése. Jó, ugye egyes, természetesen ugye ezt kapjuk, és akkor ez szépen itt növeget majd magának. Úgyhogy a jó király megkapt, opá, na. Nagyon jó, és akkor jöhet a Inscriber. Csinálunk egy Inscribert. Oké, Inscriber. Nem is látom, mert persze storage van beírva. Inscriber. Jó. Ehhez már fluid, az is jó, jó. Sticky piston kell. Sticky piston, pistonom van. Meg slime ballom is van bőven, hogy tudok csinálni 8 sticky piston mondjuk, kell annyi. Inscriber, jó.
Ez is megvan. Flux sheet már nem kell, mert már van. Ja, ezt fogom kapni, nem kérdezik, jól van. Inscriber-t is elrakjuk. Aztán következő, amit meg kell csinálni, az Energy Acceptor. És hogyha... Ja nem, nekem nem olyanom van. Jó. Akkor beírom, hogy Applied Energetics, és akkor így egyszerűbb lesz így keresni a különböző blokkokat. Energy Acceptor. Hát most komolyan nem látom. Egyszer, itt van. Energy Acceptor. Quartz Glass kell hozzá. Így mi. Csináltunk belőle, hogy elég legyen. Jó. És akkor ez meg is van. Egy elég, úgyse fogom használni. Jó. Pick one. Furnace generátor, vagy reward bag. Reward bag. Köszönöm szépen. 6 szén. És még egy van nálam. Ez meg ilyen különböző túlok, majd lassan már megint szemete, ki kell szórni a szemetet a emberrendszerből, mert szerintem már, ja ez erre a chipre gyűlik már a sok szar, úgyhogy még van 3 üres, ami jó, de na mégiscsak. Tehát egy server rack is kell nekünk, egy EME drive. Hát ez elég egyszerű, ha lenne inscriberem, akkor nagyon jó lenne. Ja de van, csak nincs beüzemelve. Inscriber, úr, viszont megkaptam ezeket a presszeket, ez királyság. Azt mondja, hogy miből is áll? Kell szilikon. Ugye Inscriber, neki először is áram kell legfontosabb, hogy áram legyen neki. Onnan vegyünk áramot. Innen veszünk áramot. Hol az Inscriber? Itt van. És akkor belerakjuk, meg szilikont is veszünk, de azt hiszem ez itt is van. Nem, nincs most. Szóval, ja, hoppá, lemerült. Most ha tényleg meg kell csinálni a energiaellátót rendesen, hogy ez állandóan tudjon nekem működni. Szóval, szilikon. Ugye most csak kettőt csinálok, mert annyi kell. Nem többet, ugye ez most ilyen full manuál. Viszont gyorsan ráállok, jó, és akkor megint press. Kell az engineering, meg kell gyémánt hozzá. Diamond. Pont kettő gyémántom van. Hát ez így egész jó. Jó. Engineering. Így. És közben veszünk mi kettő redstone-t. Egy-kettő. Utána itt össze fogjuk majd rakni. Még ez így a két gyémántot. Meg is megcsináljuk a másodikat is. Ilyen printed engineering circuitnek. Jó, és akkor itt szépen, hogy beleszórjuk egyesével a dolgokat. Ez itt nekünk elég gyorsan, még alapjáraton is viszonylag gyorsan legyártja az engineering processzort. Egy megvan, még egyet megcsinálunk. És utána össze tudjuk rakni az EME drive-ot. És akkor lesz kettő. Hú, de jó nekünk. EME drive. Kábel van. EME drive megvan. Nagyon jó. Ezt is megcsináltuk. Flux block vagy storage housing. Attól függ, mi a következő küldetésünk. Aha, 1K storage, 4K storage-ot is kell csinálni, meg EME terminált is kell csinálni. Azt mondja, hogy... De ahhoz már ilyen calculation processzor, meg ilyenek kellenek. Basszus. Lehet, hogy ezt az EME-es részét akkor hagyni kéne. Na, de akkor... Melyiket vegyünk? Storage housing nem kell, ezt úgyis külön csinálunk. Ja, kaptam. Jó, nem kértem, de kaptam. Oké. Megvan a reward. EME terminál. Hogy is van? Azt mondja, hogy az EME terminálhoz nem is emlékszem, hogy mi kell. Hol van? Itt van valahol. EME terminál. Aha. Meg ilyen kell hozzá. Quartz glass. Az még ugye nem is káz annyira. Viszont ez a formation core-hoz is már logic processzor kell. Jó, és az 1K-s chiphez az hogy is van? Azt mondja, hogy az 1K... Itt láttam valahol. Nem hiszem el. Na, az 1K storage-hoz pedig csak egy ilyen kell. Egy logic processzor. Nem tudom csinálni, de majd ezt amúgy félautomatára tényleg meg fogom csinálni. Press. Ugye kell akkor a logic, kell a szilikonos, meg kell arany.
Jó, akkor először a szilikont nyomatjuk le, és persze természetesen kell redstone is neki. Úgyhogy először nyomatunk egy pár szilikont. Nem is tudom mennyit csináljak, mert hát akkor már 4K-sat is megcsinálom. Ugye, mert azért nem olyan sok idő ezt így lecraftolgatni, így kézzel sem. Aztán persze majd ezt külön elrakom, valahol ide középre kihúzok egy áramkábelt a nanalurról, és akkor ilyen automatára, és hát úgymond félautomatára megcsinálom, hogy belerakom a cuccokat, és ezt automatán le fogja gyártani, ugye. Nekem nem kell így, mert azt elég jól meg lehet csinálni az enderájós kábelekkel szerencsére. Szerintem most így 6 elég lesz. Belerakjuk addig a logikot, és addig megnézem, hogy a 4K-shoz mi kell. Aha, a 4K-shoz kell ilyen, calculation, azt is csinálunk akkor, azon nem múlik. Azt mondjuk, akkor kell 4 ilyen, meg egy calculation, és akkor meg ezt is kivesszük. Press, calculation, várjunk csak, de miből lesz a calculation? Aha, pure certus quartzból lesz. Az hogy is van? Pure certus quartz. Drop certus quartz seed made from certus quartz dust és sand. Jó, akkor nem, hanem certus quartz kell nekünk. Mégpedig ebből is a dust. Ja igen, és közben itt nekünk készül, hogy 2, 3 és 4. Certus quartz dust. Így, meg még akkor hozzá homok. Ezt megcsináljuk így, ugye, mert ezt így meg lehet csinálni a saját craftingunkban is. 32, és akkor ezt még ide szépen bedobjuk. És ez itt most elméletileg majd növekedik. Jó, akkor hogy, az rajta kell állnom most így akkor a pléten, hogy gyorsabban nőjön. Még egyet nyomunk, és akkor utána így ezt össze is fogjuk rakni. Oké. Jó, középre ez így. És akkor így szépen nekünk összerakja a logic processzorokat, úgyhogy az 1K-s chipet mindjárt meg is fogom tudni csinálni. Nagyon jó. Lehet addigra meg is nő a Certus Quartz is. De az nem fogom úgy egy vízével és gyorsítóval nem nő sajnos meg olyan hamar. Viszont nem fog diszponolódni, az a szerencse. Jó, 4 az elég lesz, és akkor az 1K storage-ot szerintem azt meg is tudom csinálni. Hoppá! Most így, sőt, megcsinálok a másik 3-at is, ami ugye kell majd. Oké, meg quartz glass az van, de miért ezt rakja be? Így, az 1K storage az megvan. A 4K-shoz pedig ugye kell a calculation processzor, quartz klasszom az azhoz is lesz, de addig megnézzük a rewardot, mit kapunk érte. 2 darab 1K storage komponent, az jó. Tök jó, inkább azt választom. Ezt így össze is rakjuk. Teljesen oké. Okay. Ezek mennyire nőttek meg, hagyd nézzem, hát semennyire, 13% asszus. Az nem olyan jó, sőt. Jöhetnének gyorsabban is. Egy ilyen még kéne azért. Az lenne a tuti, hogyha lenne. De sajnos csak egy darabom van. Nem ugye ez még... Ja, várja, lehet, hogy tudok csinálni még. Zsír. Pont tudtam egyet még csinálni. Akkor kell nekem olyan, hogy kábel. Igen. Itt egy kicsit akkor itt alakítunk a dolgokon. Ugyanis akkor ide berakunk egy ilyet. Így. És akkor azt pedig így ide behúzzuk. És így ide bekötjük. Jó. Dupla olyan sebességgel fogja most már csinálni. Tök jó lesz. Főleg, hogyha rajta állok majd. 1K storage-ot ugye azt már elrakom, az nem kell. Még ez a calculation, vagy a silicon, az még a calculation processzorra várom, meg tud csinálni a 4K-sat.
addig megnézzük, hogy mit tudunk még csinálni itt a All the Items-nél. Nem, azt nem. Ugye ez 80%-on van, csak 30-nak látszik. Itt is már csak a dörtöt. Megnézzük, hogy mennyi dörtünk van. 1412. Hoppá. És vegyük, hogy dört. És akkor kiveszünk belőle. Addig így berakosgatjuk ide. Megint beírjuk, hogy dört. Még kell hozzá gyűjtenem. De meg lesz az is. Nem igaz, nőjetek már. 24%. Ó, ez nagyon lassú lesz, srácok. Főleg, hogy itt rajta kell állnom. Mennyi item nyomja le vajon a pressure plate-et? Kevés. Kevés. Jó, mindegy. Pedig elméletileg le kéne neki nyomnia. Nincs kedvem rajta állni. Más pedig most nem tudok csinálni, ugye csak ezeket a küldetéseket, meg ugye itt szépen leadni a törtöt. Á, baszki! Select task. Nem választottam ki, de már a fele lement. Ú, basszus. De rossz. Na mindegy, azt legalább úgy is tudok majd szedni. Úgyhogy azért annyira nem kár. Ezeket így visszanyomjuk. Ja. Mennyire nőtt meg? Na jó van. Hát srácok, opá. Hát így visszadobjuk. Na hát, srácok, ennyi lett volna most ez az epizód, ennyi fért bele az időmben. Sajnos nincs több időm most fölvenni hosszabb epizódot. Köszönöm, hogy megnéztétek. A következő részben természetesen folytatjuk akkor az MR-rendszernek a kiépítésével és annak a küldetésének a teljesítésével. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt az epizódot, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ha pedig szeretnétek, hogy legyen még FTB Refuge epizód a csatornán, akkor pedig iratkozzatok fel. Sziasztok!